az EKK 54550 OX típus jelzésű szabadon álló elektromos tűzhely egy kombinált készülék, tehát elektromos sütővel és 4 darab gázfőző felülettel rendelkezik. A készülék méretét tekintve szélessége 50 cm, mélysége 60 és a magassága pedig a standard 85 cm. Készülék kezelő felületét, ha megnézzük, a 4 darab gázrózsának találjuk itt a szabályozó gombjait, jobb oldalon pedig a sütőnek egyrészt a sütőfunkció kiválasztására szolgáló forgókapcsolót és mellette a hőfokszabályozót. Középpen látjuk a elektronikus programórát, tehát a sütőnek a működési idejét be tudjuk állítani, egyrészt a hátralévő működési időt is, illetve előre programozásra is alkalmas a készülék, tehát hogy mennyi idő után kapcsoljon be, és azt követően mennyi ideig működjön. A sütőnek a funkcióit, ha megnézzük, van benne alsó-felső sütés, külön kapcsolható alsó sütés, rendelkezik hőlégkeverési funkcióval, megtalálható benne a hőlégbefúvás, illetve a felső sütés hőlégkeveréssel kombinálva, egy úgynevezett infragrill, amikor a grillfűtőszál és a ventilátor dolgozik együtt, azon kívül pedig egy pizzasütés és kiolvasztás Mirelit áruhoz. Mellette lévő gombbal be tudjuk állítani a tetszőlegesen használni kívánt hőmérsékletet, és a gázfőző felületnél pedig a forgó kapcsolóba az integrált szikragyújtás megtalálható, tehát ahogy elfordítjuk a gázszabályzót, automatikusan begyújtja a hozzátartozó gázlángot. A sütőteret, ha megnézzük, felszereltsége az két testi, illetve egy sütőrács. Ezek egy oldalvezető sínpáron vannak megvezetve, gyakorlatilag 4 különböző pozícióba tudjuk ezeket tetszőlegesen elhelyezni. A készüléknek dupla üvegezésű sütőajtaja van, tehát a külső üveg hőmérséklete ennek köszönhetően olyan 55 Celsius fokig melegszik csak föl. A sütőajtót azt szét tudjuk bontani. Tehát ezt a burkolatot, hogyha levesszük, akkor az üveglaphoz mindkét oldalához nagyon könnyen hozzáférünk, ezáltal könnyen tisztítható. A sütőtér alatt pedig egy kiúszható edénytároló fiókot találunk. A készülék A-energiaosztályos, illetve gázról lévén szó a beüzemelése szakszervíz köteles.